Több évtizedes problémát sikerült megoldani Nyíregyházán. Ezzel kezdte hétfői sajtótájékoztatóját Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere. 3 év múlva a városban olyan színvonalú sport infrastruktúra rendszer lesz, amely Európa legfejlettebb részén is megállná a helyét, tette hozzá. A nyíregyházi gigaberuházások sikerét több éves munka előzte meg. Ilyen volt például az óvodai és iskolai tornatermek felépítése vagy korszerűsítése, az új focipályák kialakítása, a 18 darab szabadidő kondipark létrehozása, de több 10 kilométer kerékpárutat is kialakítottak, illetve streetball pálya és strandlabda pálya is épült. Úgy gondolom, hogy most mára elértünk egy olyan szintet, amikor bejönnek az erőfeszítéseink eredményei, tehát itt most ugye a jégpálya önerejének a 145 milliós költségét a kormány átvállalta, Nyíregyháza ezt megkapja, ugyanígy az uszodának a 750 milliós önerejét, és 10 milliárd 326 milliót biztosít egy modern többfunkciós stadion felépítésére. És ez azért fontos, mert ez azt jelenti, hogy a városban olyan új lehetőségeket nyitó modern sport létesítmények lesznek, amiknek a megépítése a városnak egy fillérébe nem kerül. Ezek a létesítmények egyaránt szolgálják majd a szabadidősportot és az utánpótlás nevelést is. A nyíregyházi vízilabda csapat jelenleg közel 200 gyermek utánpótlásának képzésével foglalkozik. Szakács Roland kiemelte, a jelenlegi infrastruktúrát kinőtte az Akvaese Egyesülete, így a március végén induló 2,5 milliárd forintos uszoda építése nagy lehetőség a nyíregyházi vízilabda csapatnak. Abban lesz másabb, hogy most már egy helyre fog koncentrálódni a képzés és a sport. Ez megnyilvánul abban, hogy két nagy medence fog épülni a új uszodában, egy tető alatt. A legnagyobb medencénk az egy 50 méteres, 10 pályás versenymedence lesz, a kisebb tanmedence meg egy 25 méterszer 12 méteres lesz majd. A Szabolcsi Jégsport Egyesület versenyzőire a kis solymokra is nagy lehetőségek várnak idén. Hosszú évek után februárban megnyitja kapuit a nyíregyházi jégpálya. A beruházás költsége összesen 450 millió forint, amelynek 70%-át TAO támogatásból biztosítják, ehhez adott volna a város 145 millió forint önerőt, ennek kifizetését azonban átvállalta a kormány. A kis solymok az elmúlt évben rengeteget versenyeztek, nagyon nehéz körülmények között versenyeztek, hiszen volt olyan év, amikor nem is épült meg Nyíregyházán az a kis fedett műjégpálya, ahol edzeni tudtunk, így kényszerűségből Debrecenbe jártunk át edzésekre. Ez nagyon sok lemondással járt a gyerekek szempontjából, hiszen az utazás, az ottani jégidőbérlése, a késő esti hazaérkezések miatt és az ottani jégpályák kihasználtsága miatt is kevés volt az edzésidőnk. Tehát nehéz időszakon vagyunk túl, kevés edzéssel sokat kellett versenyeznünk, reményeink szerint ezzel a jégpályával megoldódik ez a problémánk. A beruházások tervei már elkészültek. Kovács Ferenc polgármester a sajtótájékoztatón hozzátette. 2020 nyaráig az összes nagy sportberuházás befejeződhet.